A Szép Magyar Beszédverseny 1966-tól indult el, és annak idején elődeink, már tanár elődeink gondolták úgy, hogy az intézményünknek ezt fel kell vállalni. 49. alkalommal rendezzük meg idén, és 12. éve járunk a vajdasági elődöntőre. Ez egy olyan verseny, ahol a hallgatósággal első hallásra kellene egy nagyon bonyolult eszészöveget megértetni, és ehhez megvannak természetesen a technikai eszközök, de pontosan kell érteniük maguknak, a versenyzőknek is a szövegnek a tartalmát, és nem csak egyes mondatokat olvasni egymás után, hanem azokat a gondolati éveket kellene összetartani, amiből felépül a szöveg. A határon túli magyarság köreiből körülbelül 25 versenyző szokott érkezni. Erdélyből jönnek, ahogy a lakosság is, ott a legtöbb a legtöbb versenyző, illetőleg Kárpátaljáról, Felvidékről, tehát Szlovákia területéről érkeznek még tanulók, a szerbiai magyarság képviselői is természetesen nagyon régóta ott vannak. Hogyan fogalmaznám meg egyetlen mondatban anyanyelvünkhöz fűződő érzelmi kapcsolatát? Gyönyörű, szívbe markoló, megrendítő válaszokat kaptam számos kiválóságoktól. Ilyen volt jeles színművészünké Lukács Sándoré is, de hadd idézzek még két példát. Magyarországi kiejtéshez és a magyarországi nyelvhasználathoz képest mindig meg kell állapítanom, hogy a határon túliak sokkal jobban tisztelik anyanyelvüket, mint a hazaiak, tehát a kiejtésük is sokkal szebb, pontosabb, mint a magyarországi gyerekeké, akik már rendkívül renyhén ejtik a szavakat, hadarnak, szinte alig lehet érteni, hogy miről beszélnek. Voltak olyan tanulók, akik szépen és jól tolmácsolták a szöveget, megértették a hallgatókkal azt, hogy mit tartalmaznak a szövegek, hisz ez volt a feladatuk. Csak tisztelet illeti azokat a tanulókat, akik a korosztályokból ilyen versenyekre eljönnek és vállalják a felkészülést, mert sajnos azt kell mondani, hogy a nyelvhasználat egyre szűkül, és nem csak elsősorban az internetes nyelvhasználat miatti rövidítésekre gondolok, hanem az olvasottság hiányából fakadó szókincs beszűkülése is elsősorban. Csupán néhány jelzőjük van, amit mindenre használnak, néhány olyan főnév, amit 100 másik helyet használnak, tehát zsugorodik valahogy a nyelvhasználatuk, illetve az az árnyaltság, ami lehetne, az úgy látom, hogy sajnos kopik. Az általános iskola 5. osztálya óta foglalkozom versmondással, és a tanárnőm Vasborsodi Balbára jóvoltából a középiskolát, vagyis hát a gimnáziumot, ahogy megkezdtem, első óta járok ide a Kazincira, és hát eddig mindig sikerült tovább jutnom az országosra, de viszont az országos én szerintem Magyarország egyik legnehezebb magyar nyelvvel foglalkozó versenye, tehát helyezést még nem sikerült elérnem, de hát próbálkozok. A tanulók beszédkészsége azért romlik, mert azok a ősi társadalmi kapcsolatok romlanak meg, amelyek segítenék a beszéd fejlődését. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a nagymamák meséi, a szóbeli előadásnak a súlya teljes mértékben visszaszorult. A gyerekek ma már nem meséken nőnek fel, hanem mai nyelvre lebutított agresszív rajzfilmeken, és éppen ezért a társadalmi kapcsolatoknak a szétesése maga után hozza, vonja a nyelvromlást is. Rengeteg barátom és velem egykorú diák, gyerek is, és a szórakozásnak él, úgymond. És hát nem tudom, én nekem számomra fontos a magyar nyelv, mert ahogy látom a többieket is, és a világot, egyre jobban elhanyatlik az egész, és felejtésbe merül a magyar nyelv, és ezt én nagyon nem szeretném.